éljük ennek a városnak sokszínű életét ebben a pillanatban is. A jéghegy csúcsa vagyunk, ez a kisfiú itt, az én fiam, fiaim. Itt, alattunk vannak ők, akik tartanak értékeikkel, a fundamentummal, a gyökérzettel, a múlttal, azzal a mederrel, amelyet évszázadokon ásott ez az értékteremtő lét. És ez kötelez. És nézem a fenyőnek a hegyét, ahogy az eget mutatja. Azt a vektort, azt az irányt, felfelé, a reményt, a hitet, a jövőt. Ez az a szimbólum, amelyet mi választottunk. És ez a gyökérzet, és ez a jövő feszít ebben a jelenben, és tesz felelőssé a múlt és a jövendő közötti láncszemekként felelősök vagyunk, hogy hogyan élünk. Mit teszünk, mit adunk el, mit árulunk el ebben a pillanatban aprócska, apró pénzekért, ezüst pénzekért, amelyekben a jelen kecsegted. Vállalnunk kell tehát küldetésünket. Vállalnunk kell értékeinket. És a szó mellé tett kell. Politikusaink sem, a más oldalon lévő politikusaink sem állnak hiába az engzetes szavaknak. Értenek hozzá. Szépen beszélnek. Időnként engem mindig meggyőznek. Mindig eldöntöm, hogy most újból esélyt adok neki. Aztán a valóság, kőkemény valóság mindig felébreszt és kiózanít. Nem csak szavak kellenek, én is azt mondom. Tettek kellenek. Cselekedet kell. A hit mellé cselekedet, ami létrehozza a van világából azt, ami kell. A mi változtatásunk ezt hozza, testvéreim, az új lehetőség ezt hozza, az erkölccsel társuló tenni akarást, a politikai erkölcs hitelét, azt a hitet, hogy tenni érdemes önmagunkért, a közösségünkért, azt a hitet, hogy felelősek vagyunk, azt a hitet, hogy tehetünk. Ezt a hitet vállalták azok, akik akár a megosztás ódiumát is magukra vállalva, akár én is, kiállnak és vállalják a megszólítást, a közösségszolgálat megszólítását. Kiállnak és tenni akarnak, szakemberek, különböző területeken, gazdaság, egészségügy, tanügy, kultúra, mezőgazdaság. Azok az emberek az önkormányzatokban, akik nem politikai színezet szerint kell irányítsák majd azt a közösséget, amelynek élére álltak, hanem a lelkük, a közösség lelke, akarata, szívdobbanása szerint csak ezt tud hiteles lenni. Talán éppen az a baj, hogy most is, mint régen, ebben az egypártrendszerben, ebben az újkori egypártrendszerben mindig felső utasításra vártak. A diktatúra ilyen, hogy felfele nyal, nyelv és lefele csizma. És rettegésben tart mindenkit, és csak szolgalelkek léteznek, akik nem merik vállalni a tetteiket, a döntést. Haptákban állnak, és amikor nem néznek rá, dögösködnek. Ezt értik a szolgák csupán. Ezt az új erkölcsöt kell együtt megtanuljuk. A változtatás lehetősége, és ezt nagyon komolyan mondom, bennünk rejlik elsősorban. Nem intézményeket kell, nem ellenségeket kell lerombolni csupán, hanem önmagunkban is le kell rombolni a démonokat, a torz kényszerképzeteket, beidegződéseket, a félelmet, a hitetlenséget, a közöny. Az autonómia azt jelenti, hogy szabad ember, szabadság. Azt jelenti, hogy felnőünk az autonómiára. A szabadságot nem kívülről kell elvenni, hanem a szabadsághoz fel kell nőni. Ezt a felnövést szeretnénk mi most hozni. Erre a felnövésre akarunk lehetőséget jelenteni, azáltal, hogy megméretkezünk, azáltal, hogy a tévedés lehetőségét is felvállaljuk. Nem vagyunk mi a nagy okosok, akik kiosztjuk az észt itt most mindenkinek.
Azok vagyunk, akik hittel és szeretettel tenni szeretnének ezért a közösségért, ezért a nemzetért. Ezért vagyunk csapatban, ezért vagyunk nagyon kevesek egyedül. Ezért van szükség arra az összefogásra, amelyben egymás kezét fogjuk, amelyben merünk újból álmodni, és amelyben kell ébrezgessük azokat, akik elszúnyadtak, és újból félre sántikálnak. Ezért kell induljunk együtt, és kell higgyük, hogy van lehetőség, testvéreim. Ezt a hitet kell visszanyerjük. Ezért a hitért kell dolgoznunk. Ezért az én szent meggyőződésem, hogy a mi jelszavunk, nem választási szlogenünk, nem választási trükkünk, jelszavunk, szent meggyőződésünk az, hogy hiszünk Háromszék feltámadásában. Hiszünk Székelyföld feltámadásában. Hiszünk, igen, kedves barátaim, mert nektek is szeretnénk segíteni, és egy kicsit hitet oda is elvinni. Hiszünk Magyarország feltámadásában. Ebben a hitben hívlak meg benneteket most, amikor pünköstkörhöz közeledünk, hogy a Szentlélek kiteljesedése adja meg nekünk ezt a tartást, egyenesítse gerincünket, és adja, hogy együtt lehessünk ebben a nagy álomban, és ebben a kőkemény, verejtékes munkában. Hajrá Sepsiszentgyörgy, hajrá Háromszék, hajrá Székelyföld, hajrá Magyarország!